Egy fantasztikus táncszínházi eladásról fogunk beszélgetni a következő percekben Zsanák Lillával, színművésszel és Fejér Ferenccel, koreográfussal. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Az mennyire gyakori mondjuk a táncművészek esetében, hogy, vagy egyáltalán így a művészvilágban, amikor kiszemelnek maguknak mondjuk egy olyan filmet, ami nagyon-nagyon régi, néma film is, és megpróbálják ezt mondjuk színpadra vinni? Ez számomra nagyon izgalmas feladat. Egy régi vágyam volt már, hogy a Metropoliszt a színpadra vigyem. Mert hogy erről a filmről van szó. Abszolút, és engem, ami ebből a filmből elsősorban megfogott, maga a némasága, a tömegjelenetek, a látvány, és maga a mozdulatok. Ezek annyira szépen és erősen ki vannak dolgozva, és én ezt tudtam, hogy valamikor ezt az előadást el kell készítenem, és akkor a Valesz Zoltán, a Maladépe Társulat vezetője által megkaptam ezt a felkérést, és így megvalósulhatott. Nem korlátozza az embert a színpad? Tehát pont amit mondott, hogy mondtál, hogy ugye a sok ember, a tömegjelenetek, a filmnek ez a rendkívüli bemutató képessége, mindezt egy színpadi térben létrehozni, csak tánccal, kívülállóként, laikusként sokkal nehezebbnek tűnik. Én a részemről én azt tudom mondani, mivel én is előadó vagyok, hogy a színpad azért nagyon sok mindent megenged. De azt mondjuk, hogy a Lilla erre jobb. Lilla? Én úgy gondolom, hogy fontos az egység, és erre nagy hangsúlyt fektettünk Ferenccel való közös munkánkban, illetve vannak más előadásaink is, ahol ugye nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásra, és mint egy egység, egy tömeg érdekes és hasznos lehet számunkra, hogy hogyan tudunk együtt mozogni. Megnéztétek a filmet előtte? Igen. Tehát ez egy ilyen feladat volt, hogy közösen néztétek a filmet? Egyénileg mindenki, és feldolgozta, hogy ebből mit szeretne, vagy hogyan értelmezi, vagy mit tud továbbvinni. Közben előadásról látunk képeket, hiszen szeptember 19-én ugye meg volt már a bemutató. Milyen kedves a rendező, ezt te vagy, tehát hogy így megismerje egymást. No, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, vagy kezdte a beszélgetés, hogy ez egy régi álom volt, egy régi vágy volt, de ugye az nagyon sokszor így a művészvilágban is gondolom hoz meglepetés, hogy hú, hát azért máshogy végig gondolni azt, hogy én ezt a darabot szeretném átvinni a táncművészet nyelvére, ezt a némafilmet, ami egy erős társadalomkritikával rendelkezik, és közben, amikor belekerül az ember a rendezésbe, akkor meg mondjuk, hát nem azt mondom, hogy problémával, de kihívással találta magát szembe? Vagy minden nagyon gördülékenyen ment, minden nagyon megvolt a fejében? Hát, mindenféleképpen egy kihívás, tehát minden előadás számomra egy kihívás. De hogyha megvan rá az idő, akkor alaposan fel lehet rá készülni. Milyenkor a legnagyobb feladat? Tehát csak azért, hogy így a nézők tényleg ezt el tudják képzelni, hogy ilyenkor a rendezőnek mi a legnagyobb kihívás, amikor színpadra visz egy néma filmet? Hát elsősorban nekem az, hogy ki tudjam hozni a színészekből, a táncosokból azt, amit én ki szeretnék hozni belőlük. Én nekem most a szőkenős kérdést hagyd tegyen fel, de tényleg. Tehát amikor egy néma filmet látunk, akkor nyilván ott a mozdulatoknak ugyanúgy van jelentősége. Ennek a zenei hátterét, vagy alapját, vagy a mozgásnak a ritmusát, azt mivel tudtátok? Ugyanazokat a betétdalokat használtátok, vagy ugyanazokat a hanghatásokat, vagy semmit? Vagy hogy néha mi az, ami segített ezekben a létrehozásában? Hát az alapjában a zenét azt én szereztem az előadásnak, de valahogy nekem úgy először az egész, hogy a zene már előtte megvan. Uh-huh. Mert hogy én előre dolgozok, és valahogy én a fejemben vizuálisan elég jól tudom látni, hogy mire van szükségem, milyen jellegű zenére van szükségem, és ez így gyors. Bocsánat, de aki esetleg nem látta volna a filmet annó, vagy bármikor, Lilla azt nagyon kedves, azért foglalja össze, hogy miről szól a film és a produkció. Milyen szerepe például ennek? Én úgy gondolom, hogy ez a film számomra azt jelentette, hogy egy egység, ugye, hogy van egy alsó és egy felsőbb réteg, illetve, hogy... Mint társadalmi réteg. Társadalmi réteg, igen. Illetve, hogy ezeknek a különbségei hogyan mutatkozik meg a filmben, és ezt vittük át a mozgásban. Mi az ön szerepe?
nincsen kimondott szerep, nincsen külön szerep, hanem ugye egység van, de azon belül is vannak különböző megnyilvánulási lehetőségek. Mint például? Mint például most egy szóló részre gondolok, szóval, hogy így konkrétan nem jelenik meg, hogy te vagy egy szereplő, hanem van egy lehetőséged, hogy táncban hogyan tudsz te egy kicsit megmutatkozni. Ma is ugyanaz, ma is érvényesek ezek az üzenetek, hiszen a film az nem mostani, tehát ez egy régebbi korra utal vissza. Minden rajtunk múlik, hogy mi az, amit kiveszünk belőle, amit adoptálunk, formálunk, ez alapjában erről szól. Én is kivettem bizonyos részeket, alapjában a tömegjelenteket, a mozdulatokat, és én inkább alapjában ezzel dolgoztam. Akkor Fritz Lang Metropolis című fekete-fehér néma filmjének a színházi előadására, vagy táncszínházi előadására invitáljuk Önöket, és köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, itt voltatok velünk ma reggel. Köszönjük. Köszönjük.